Sziasztok! A most jön videóban mi is az a tartalom? A most jön videóban, most én még viszem a maszkot. Én soha nem szoktam, egyedül szoktam forgatni, egyedül videózom, mindegy egyedül csinál. De most véletlenül még Mikolás nap van, most egy kivételt teszek. Igen, most mi is lesz a tartalom videóban? El fogok készíteni, nem főzni, nem sütni, vagyis édességet fogok elkészíteni. Kesztekercset, van mondható úgy is, hogy kesztekes vagy kókusztekes, vagy mácipáta, mindenki más nevet ad neki. Igen, elég sok neve van neki, de azt nem egyedül fogok elkészíteni. Te Messenger, igen, meghívta Messenger a téjapot, északi sárkó. És nekem a meghívásra elfogadta, elkezdett a meghívásra. Most itt is van a téjapot, mindjárt ő fogja elmondani, mit is fogunk főzni. Mindjárt át is adok neki a helyet. Én azért viselem most maszkot, mert nem szeretem a téjapot megfertőzni. Tudom, a vírustól ezek nem fertőzött, medve vannak, de mégis a biztonság kertén újítéskedést meg kell tennem. Akkor most át is adom a téjapotnak a szót. Sok szeretettel üdvözlöm minden kedves rajongót, videóinfo rajongót és nézőit. Igaz, ez volt a Messenger, meghívott engem, hogy szerepel abban a videóban. Most főzek abban a videóban, most én fogok főzni abban a videóban. Most kivételesen. Nagyon szépen megköszönöm Zoltánnak, a meghívott. Mi is fogunk most elkészíteni. Most nem főzni, nem sütni. Mi is lesz a tartalom. Most megpróbálom olyas főzés és sütés nélkül elkészíteni édességgel kesztekercset. Ezt fogok szeretni elkészíteni. Akkor mindjárt kezdjük is hozzá, milyen hozzávalók. Igen, akkor mi legfontosabb a hozzávaló a kesztekercshez, vagyis a kókusztekercse, akkor 500 g háztartási keszt darálva. Akkor még utána kell még hozzá borcukor, ebből jól látható 250 g köre, de jól át kell szitálni. Akkor egy pici sót, akkor kell hozzá még 100 g tejvaj, akkor menjünk is tovább, akkor kell hozzá kakaópó, hát mennyi kell hozzá? Kakaópó, 4 vagy 5 teás kanállal. Tej, 400 ml. Lehet annyi kell hozzá, de nem biztos. Hát akkor nagyon kicsi kell hozzá a citromreszelék, héjareszelék. Az is, ami kell még hozzá, kb. 30 ml. Rum aroma. Akkor még nincs rendes kámén, akkor képtelen vagyok. Igen, 3-1-be kávét, 2-2-t használni, egy tetszik vízbe feloldani. És akkor még, ami legfontosabb, már végül, a utolára szükségül lesz kókuszeszelékre. Na most én is kicsit nekivel köztem, de mégis azért itt nincs olyan hideg, mint egy északi sarkó, itt egy kis neki kellett gyűrköznöm. Akkor itt a robotgép, most el fogom megdagasztani a tésztát. Csak felteszem a kanalakot. Be kell még dugni a korlátóba. Hát a legelőször én azt mondom, ott hozzáadom a rumaromát. Szerintem a tisztak a valt, meg a teával hozzá lehet adni. 100 g. Ami akkor szerintem a kávét is hozzá lehet adni. Egy adat kávét, de milyen 3-1 kávé, azért 2 adagot adok hozzá. Akkor szerintem el is indítható a robotgépbe, óvatosan, kisebb fokozatba, nem kell abba.
legyúsítani. Adok hozzá egy kis tejet. Nem kell azóra mindent. Még egy kis tejet hozzá. Hoppa, nem túl sok lett. Akkor nézzük, csak át kell menni kézi túlra. Kézzel kell tovább foltatni. Nagyon sok lett benne. Nem, éppen jó, minden tehet nem kell beletenni. Át kellett venni kézi túlásra. Teszem mindenben egy kis kókuszezeléket. Mégis ne ragadjon le. És akkor állni hagyjuk. Ha nem kell állni, nem kell állni, csak most el kell készíteni a kémet is hozzá. Igen, tésztem elkészít. De mielőtt tovább menne a videó, elmondanám, hogy lehet-e hozzá rumot tenni, rumá is nagyon finom, de mégis a gyerekünknek azért ne tegyük be alkoholt, mert az nem jó. Mert mi akarva nézzük, mindenki vezet, most én is vezetek, szánkot vezetek, ezzel helyen el kell még mába még vennem, és én iszok most alkoholt, semmi alkoholt nem teszek. Nem lehet attól berúgni, igaz, de egyikor a szondát megfújjuk, és akkor kimutassa. Nem éri meg. Eccencia inkább. Igen, eccencia. Na akkor jó, most az most lépünk tovább, akkor még megvolt a tészta. Tésztára kell a kis kém is. El kell készíteni a kémet is. Mindjárt megmondom, milyen hozzávaló. Előbb a kicsi jóval kevesebb hozzávaló kell. A kémben a legfontosabb porcukor. Mennyisége 250 g. Következő hozzávaló a kókuszteszelék mennyisége az 150 g. 200 g tejvaj vagy margarin. Én szoktam a kémből tenni néhány pár csepp citromot, az igen néhány pár csepp, és ami végül deci tej 100 ml. Kezdjük is a kém készítésére. Elkövettem egy hibát, hogy nem jól kattattam be. Most majd figyelj oda. Egy dagasztó volt, másik keverő. Ez nem mindenhol teszünk be a karokat, mert én elhibáztam. Nem minden, most mindenképp keverő van. Akkor először is kezdjük a porcukorral. Beleteszünk az tálba. Ez is 250 g. A 150 g kókusz veszélyig. Azt is összekeverjük.
És akkor beletesszük a teavat. Rendben meg a keményedre. Néha pár citromot. És akkor elkezdjük kavarni. Mindjárt a közeli képet adok róla. Néhány pár eki citromot csorgatunk be. És akkor beletesszük a tejet is. Elfelejtettem mondani, elvittem meg helye, mert itt a stúdióban elég hideg volt, szóval ővésére beolvasztottam a varat. Akkor minden össze is keverjük a robotképet. Először kezdtünk szép lassan fogozatba. Nem még elhozzá tenni a kis tejet. Hát azt is kell, kell hozzá. Én nem teszek hozzá. Csak persze hozzá kis teret. Igen, elkészült a töltelék, elkészült a tészta is. És maga a tészta az itt van. Tehát a tészta, mivel elkezdtünk megtanulni, most tegyem azt, nem is tudom, kell ilyen fólia. Az, hogy a fólpa, akkor milyen fólia. Most ezt minden letegelni a pár méter. Óvatosan. Letegelni. Itt egy kis kókusz. Megszólni ugyanúgy, mint a... Elég sok kókusz kell hozzá. És akkor el is veszünk a tésztát. És mindjárt elkezdi meggyúlni. Lehet kicsit több teret kellett volna abba. Lehet fajjálni.
Lehet, hogy kicsit több tej kellett volna, de... Meggyújtuk a tésztát, most meg kell melegíteni a... Igen, most meg kell gyújtani a gáz. Igen, közben én olvasztó valat, közben kamarin is kell, ha melegítem meg a valat. Vagyis a kémet. Akkor mindjárt hozzá tölteni. De mi már jobb a könyve. Akkor csinálsz a közeli kép is. Na jó, akkor bekerünk a tésztát. Elosszuk. Mindjárt van jussó. Később megpróbáljuk. Na, akkor az megvan, a borját levágunk. És kész. És szép lassan elkezdjük. Még megfogjuk a fóliát. Éppen most nincs különben.
Nagyon azt mondja, hogy gyakorolnunk kell. Hát ez kell gyakorlat. Hoppa! Én azt a gépet is felbújtok. Akkor mind a kettős vágunk. Hát ahol képes a kezdő vagyok, ahol képes elég jó. Én nem csináltam életemben. Igaz, hogy téjából vagyok, nekem vannak segítőtársaim. A manyó, ők dolgoznak helyettem. De mint azért megpróbáltam itt elvágni. Itt van a kis alufólia, a kis teszünk a kis kókuszeszelyéket. És akkor egyik tésztát feltesszük. Elkezdjük fogadni a tésztát. Akkor azt félre tesszük. És itt a másik. Neki kókuszeszelyéket kell szólni. Akkor az meg is van. Éjjetessük. És akkor megint a fólját veszünk. Megint le kell tekenni egy fólját. És elvárni. Először kezdjük a nagyobbikkal. És így betesszük a hűtőszekrénybe. Itt is egy fólia. Ja, éles a kis kegyre. Hát az az, hogy téjá fognak, van segítőtársa, manyok segítenek neki. Így, mi?
az, hogy befolyázó. Én azt hiszem, hogy jó is lesz. Itt a tárca, azt hiszem, rá lehet tenni. Két tekerse. Itt be kell tenni a hűtőszekrénybe. De most van nocóval, tény nosz, tény kiasztó jó lesz. Vagyis rosszul mondta, fél 9 van, fél 9 lesz. Most reggel 8 óra van, vagy pontosabban 8 óra 30, akkor este 8 óra 20 óra 30-kor jó lesz, csak be kell tenni a hűtőbe. Nem a mély hűtőbe, rendes hűtőbe betenni, és akkor este fel, már fel lehet szeltelni. Mivel én vagyok a téjában, sajnos nem tudom megkóstolni, igaz, hogy vírus állapítva vagyok, járvá el, de hogy is ilyen, én sajnos cukrot nem ehetek, mert cukros beteg vagyok. Cukrot nem ehetek. Akkor képtelen leszek, akkor a kóstoló sajnos Zoli bácsi fogja megtartani, Zoltán fogja megtartani. Én nekem bennem kell intézni a dolgomban, nem jó megvárni, hogy a hűtő lehűljön. Akkor nagyon szépen megköszönöm Zoltántól meghívott, nagyon szépen megköszönöm, hogy minden raugóval, videóval raugóval megtiszteltek azzal, megnéztek bennünket, megnézték a videómat. Vagy videó, igen, videót, nagyon szépen köszönöm, akkor menjek intézni a dolgomat. Tudom is minden jót kívánok mindenkinek, üdvözlök, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Hello, 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 sziasztok! Én is átvettem Zoli bácsi szerepét. Na akkor tudom is szép napot. Sajnos tényleg már el kellett menni intézni a dolgát, hát nagyon sok helyen kell neki menni. Hát sajnos akkor én nekem beviszem a hűtőben, sajnos kóstolót nekem kell megtartani, mert jobban szálltam, ő tartotta volna meg a kóstolót. Na ide akkor én este kérdezni visszaülünk, akkor most az vissza a hűtőbe, de nem még hűtőbe. Hát remélem, hogy kesztekes, vagy minek is hívják, kókusztekes, a mácivát, nem tudom hány nevet adnak, ki hány félképe készíti el, de minden este már meg tudja, hogy ott tudja felszeltelni. A sajnos már tényapó régen elment, de ő neki, hogy Mikulás napban rá tudta bírni, hogy eljön főzni. A tényapótól nagyon rendes volt, ha eljött, elkészítette, nekem segített, vagyis ő készítette el az a kesztekerse, a kókusztekers, kesztekers, kókusztekers. Na mindenhogy hívjuk, valaki így hívja, valaki úgy hívja. De valaki még Márcipádnak hívja. Na minden, tényapóban nekem segített, elkészítette, de sajnálom kóstolásra nem volt idő megvárni, hogy hűtőben ott 6-4 pár óra nem itt áll idő megvárni. Nagyon elfogadta, az nagyon köszönöm, mégis segített. Már az északi sar nem itt van. Akkor most minden elkezdünk szeltelni. Na akkor fel is vágjuk. Hát én csak egyike vágom fel. De megnézem, hogy a tárnyal. Valójában így jobb lenne. A díszítése nem olyan nagyon jártas.
Na azt hiszem, valahol így tudtam feltisztítani. Na jó, akkor az a helyzet, ki kell csomagolni. Nem vágom fel mindent. Ezt fogom megkóstolni. Eljutottunk oda a kóstolóig. Megcsináltam a díszítést, mert a díszítésben nem vagyok elősök, akkor kesztekercset, vagy mondjuk az kókusztekercs, ki hogy hívja, ki hogy készíti el. Na minden, én választottam egy módszert, néhány pár videóból úgy készítettem el. Na sok, minden, sok ember másképp csinálja. Hoppa, citromag benne maradt, a véletlen benne maradt. Jó. Csak az a baj, hogy fogyókúrának, diétának, koleszterinnek nem igazán jó. Ézen nagyon jó, nagyon jó. De most a tejapor, karácsonyra, most a sát, nem is tudom, miért beszélek. Ezt a tekercset érdemes elkészíteni. Kezdtek ezt kókusztal, érdemes elkészíteni most tejaporra. Most úgyis itt lesz a tejapor, ma van a hónap. Azt kívánom, hogy gyerekek kapják már a csomagot, még több csomagot kapja a tejapótól. Akkor gyerekeknek csak annyit kívánom, bár mindenkinek kellemes mikorás ünnepeket kívánok. És miért a csomagok kapjanak. És akkor remélem most tudtam segíteni videóval, el tudtam hívni a tejapot. Nagyon szépen megköszönöm, ha megtiszteltek a figyelembe, ennyi volt a videó. Remélem, ha tudtam segíteni. Tovább is minden jót kívánok, ehhez Zoltán, a videó info kötőre ettől. Hello, 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 sziasztok!